Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A telefonnál Mendrei László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tegnap kiadtak egy sajtóközleményt arról, hogy nem érkezett meg a pedagógusok bére időben. A hónap első napjaira van ez megígérve, tegnap negyedike volt, és mégsem. Mára viszont megjöttek a fizetések. Olyan nagy baj ez? Egy napért már szólnia kell a szakszervezetnek? Én azt gondolom, hogy a fizetés ez nem játék. Mint egy nagyon sok minden nem játék ebben az országban, amit játékszernek tekintenek. Ráadásul a hosszú évtizedek óta, mióta én tanítok, az ott a mindig új volt kalibrálva a fizetésnap, hogy harmadikán 0 óra 1 perckor, hogyha úgy tartottuk, hogy kedvünk, akkor ezt a pénzt el tudtuk használni. Én megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez törvény szabályozta, vagy pedig végrehajtási utasítás, most sem tudom, hogy ez hogyan alakult, kik, mikor egyeztettek ennek a módosításáról. De tény és való, hogy ebben az új, új típusú rendszerben, ami most kialakult itt az oktatás működtetése, fenntartása terén. 2013 év elején volt egy megcsúszás, amikor a FIK felállt, és az első fizetések egyik nem érkezett meg, de egyébként azóta pontosan harmadikán mindig ugyanebben a rendszerben megérkezett a pénz, kivéve a mostanit. Én tudom azt, hogy 5-e a határidő, a klik vezetője szerint, hogy ennek meg kellene érkezni, de a pedagógusok nem így kalkuláltak, hanem úgy, hogy mivel a harmadik a vasárnap leesett, ezért már mondjuk éppen 31-én csütörtökön a számlájukon lett volna ez a bér, erre számoltak, erre számítottak, és hát sajnos nincs meg, még mindig nincs meg az a tartalék, ami azt mondja, hogy egyetlen egy hetet, 5 napot ezért kibírunk, mert hát tudjuk ezt a dolgot kalibrálni, hiszen a kifizetések, befizetéseknél, a csekkek befizetésének, illetve a soros levonásoknak a határideje az általában a harmadika, és a bank az pedig kegyetlen és a szó nélkül benyújtja a számlát, ha nincsen rajta pénz, akkor bizony kamattal fogja legközelebb levenni. Ez probléma. Én nem tudom, hogy ennek mi lett az oka ennek a bércsúszásnak, de talán, hogyha... A munkaszüneti napok, nem? És a hétvége így együtt. Én nem gondolom, volt már ilyen. Tehát volt már úgy, hogy másodika vagy harmadika éppen szombatra vagy vasárnap esett, 2013-ban is volt ilyen, és bizony a bér ott volt, ezt megjövő a legutolsó munkanapon. Még egyszer mondom, ez megoldható, de hogyha ennyire rigorózusan ragaszkodtak volna ehhez a dologhoz, hogy ezt be kell tartani, és hát bizony itt vasárnap az vasárnap, hogyha az utolsó munkában töltött nap utolsó percében, mondjuk csütörtökön 16-15 óra 59 perckor elindítják az átutalást, ezt a bank értelmeszerűen már nem tudja teljesíteni. Ez hétfő reggel 8 órakor mindenkinek a számláján lett volna a pénz, ezt nem tették meg. Nem tudom, hogy kellett-e az a levél, az figyelemfelhívó szakszervezeti levél. Van, igen. Ahhoz, hogy ez a fizetés ma megérkezzen, vagy sem, mert senki sem tudja megszáfolni, senki sem tudja bizonyítani, hogy a kettő összefüggésben van egymással, de mondjuk a FIK részéről elhangzani egy ilyen, hogy elnézést, elszámoltuk magunkat, elnézést, erre, ezt így gondoltuk. Ez megelőzte volna ezt az egészet, hogy még mindig helyére tudná tenni a dolgokat. Nem feltétlenül tesz jót a közhangulatnak az a fajta reakció, amelyik itt pánikkeltésen a kis térjáról beszél. Itt pánikot nem a PDF kelt, hanem itt maga az egész helyzet olyan, hogy az ember gyakran pánikba esik. Azt mondja, hogy a pedagógusoknak nincsenek tartalékaik otthon, tehát számítanak a rendes, pontos, korrekt fizetésre. Ami mondjuk elvárás. Hát igen, ez. igen, persze, hát ez kötelezettség volna. De nem lehet, hogy a kliknek sincsenek tartalékai, és ugyanaz zajlik a klik, meg a nem tudom kitől kapják a kincstártól a pénzt, mint a klik és a pedagógusok között. Ők nem kapják meg időben, és ezért nem tudják továbbadni időben. Na most ezt, bocsásson meg, és nem akarok viszont a helyzettel. Kihangsúlyozom, hogy ezt nem én mondtam. Tehát ez nem az én is csak kérdeztem. Igen, én is csak gondolkozom, és megmondom őszintén, az eszembe jutott, és attól mentsem meg minket a Jóisten a szószoros értelmébe. De ez a fajta körbetartozás, mint ami annak idején a vállalkozói szférában kialakult, azt nem konkrétan az építőiparban, Magyarországon az elmúlt 2-3 évben, hogy az valamilyen módon az állami szetőből is megjelenjen, mert akkor nagyon nagy botrányok lesznek.
Ez nem egy olyan, tehát az állam azért lépett be a közoktatásba, azért lették minden, mert azt mondták, hogy így a biztonságosabb működés, így tisztább átláthatók. Tessék biztonságosan, tisztán átláthatóan működtetni ezt a dolgot, és nem arrogánsan vetekedni, kiabálni akkor, hogyha valaki esetleg valami hibára felhívja a figyelmet. Hallottam olyat is, de lehet, hogy ez csak rossz indulatú pletyka, hogy ráadásul át akarnak térni egy tizediki határidőre, hogy minden hónap tizedikéig adnák át, vagy küldenék el a fizetéseket. Hallott ön ilyenről? Én, nekem is eljutott hozzám egy ilyen információ. Én azt mondom, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mikor adják a fizetést, csak az fixen kiszámítható legyen, mert akkor az ember úgy tervez. Most ebből szempontból mindegy, hogy harmadikán kapjuk biztosan fixen a fizetésünket, vagy tizedikén, csak tudjuk, hogy mire számíthatunk. De az, hogy egyik nap egyik hónapban ott van, mondjuk már másodikán, a következő hónapban meg csak ötödikén, ez nem, bármennyire is hihetetlen a pedagógusoknak, ez a 4-3-4 nap, ez bizony okozhat idézőjelbe tett megborulásokat a költségvetésben, hiszen a gyereknek ki kell fizetni, be kell fizetni az ennivalóját, ki kell fizetni a bérletét, föl kell adni a villanyszámlát, stb. A tervezhetőség szempontjából fontos az, hogy fix időben történjen ez meg. És mindig ugyanabban az időben a bérkifizetés. Arról mit tud például, amiről szintén hallok hébe-hóba, hogy a kliknek egyéb fizetési gondjai is vannak. Tehát amikor az iskolák azzal fordulnak a klikhez, mert mindennel hozzájuk kell fordulniuk, hogy kellene ilyen-olyan dologi költség, ki kell javítani ezt, meg kell csináltatni azt, akkor ilyen 10 000 forintos tételekkel is bajban vannak, a klik vagy nem adja, vagy azt mondja, hogy na jó, akkor vegyétek meg ezt az eszközt, az utolsó pillanatban, mielőtt megvennék, azt mondják, mégse vegyétek meg, mert nincs rá pénz. Hallott ilyenekről? Persze, természetesen, hát egyfolytában érkeznek hozzá ilyen információk, ezek azok a problémás szituációk, amikre előre felhívtuk a figyelmünket, hogy kérem szépen a közoktatás sok pénzbe kerül, nagyon-nagyon sok pénzbe, ilyen mértékű központosítás nem indokolt, tehát hogy ilyen szinten vegyék ki az eddigi fenntartókat közoktatás működtetéséből, illetve a fenntartásából, illetve csak a költségeket hárítsák rájuk, ez bizony nem, hogy mondjam, rossz vért szül, mert hogy az iskola nem működik rendesen, mert hogy ugye most ilyen kettős, vagy ilyen felemes állapot van, tehát az iskola működtetésért, illetve üzemeltetését, igen, köszönöm szépen a segítséget. Az önkormányzatok felelősek, a többiért pedig a klik, és most itt folyik az egymásra mutogatás, hogy ez most működtetés, vagy üzemeltetés, most akkor ki ne fizesse ezt a dolgot. Hát például egy taneszköznek a megvétele kicserélése, az a klikre tartozik. Ugye? Hát van, mert az nem az üzemeltetés. Így van. Elég sokszor fordul elő, az, hogy például a pedagógusoknak olyan alapvető eszközök, amik a tanításra szükségesek, ne adj Isten mondjuk például a tanári kézikönyv, nem áll rendelkezésére, mert hogy a klik annak idején nem rendelte meg, a kelló az most már nem szállítja, nekünk saját magunknak kell kifizetni, és nem kérhetünk klikkes számlát, mert nem fizetik ki. És olyan egyéb eszközök, amelyek a tanításhoz kellenek, de komoly pénzbe kerülnek, nem feltétlenül egyes tanári, hanem mondjuk ilyen-olyan órákhoz szükséges eszközök, ezekkel mind egyenként a klikhez kell fordulniuk, és az összes iskola ezt teszi, és ezt minden... A tankerületekhez, egy-egy tankerülethez alkalmanként mondjuk a nagyvárosokban több tudat iskola tartozhat, de bizony ezeket az iskolák... A tankerületek továbbítják a kliknek, ahonnét megkapják, vagy nem kapják meg a pénzt. Így van, igen. Azt tudja, vagy ez kiderült, hogy milyen alapon adnak pénzt, vagy milyen alapon nem adnak, hiszen a tankerületek is, meg pláne a klik nagyon messze van az iskolától, még azt se tudja igazán felmérni, hogy valóban szükség van-e arra az eszközre. Nekünk azért az a tapasztalatunk, hogy azért igyekeznek a dolgokat úgy végezni, hogy azért a lehető legkisebb fennakadás legyen, hiszen itt azért a tankerületeknek is, a kliknek is az érdeke, főleg választási évben, ugye ne felejtsük, hogy választási évbe fordulunk, választási évben vagyunk már most, itt azért odafigyelnek arra, hogy lehetőleg gördülőkényen menjenek a dolgok, és főleg a diákok, illetve a szülők viszonylag keveset érezzenek meg ebből, de ez ettől még nem jó ez a rendszer. Tehát itt azért van egy nagyon komoly emberi potenciál, amelyik ugye ilyen ember pedagógus, meg a tankerületi dolgozó, és így mindent a lehető legjobban megcsinálni, akkor is, hogy rosszak a körülmények. De ez
egy patyomként való eredményed, a körülmények rosszak, azok a feltételek rosszak, amiket kialakítottak, azokon kell változtatni, és akkor fog a dolog helyreállni. Köszönöm szépen, Mendrei László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra!